Továbbra is jó rádiózást. Csütörtök van, fél öt múlt el pár perccel, úgyhogy jöjjön a szokásos földgömb rovat. Most nem a legfrissebb lapszámot lapozzuk föl, hanem visszakacsintunk a Földgömb Fesztiválra. Telbisz Tamás egyetemi docens a vendégem, az ETE természetföldrajzi tanszékéről. Jó napot kívánok, szervusz Tamás még egyszer. Szervusz András, én is üdvözlök a hallgatókat. Láttam az előadásod, tűz a karszton, bomba meglepetéssel, minden titkot elárulsz most. Igen, tulajdonképpen azért volt ez az előadás, mert felkértek, hogy tartsak valamilyen előadást a Földgömb Fesztiválon. Gondolkoztam a témán, és az elmúlt években rengetegszer futottam bele erdőtűzbe. Elsősorban mediterrán országokban járva, Szlovéniában is, de délebbi balkáni országokban egyaránt. És amikor a végső választ kellett adnom, akkor éppen Szicíliában jártam, ahol szintén beleszaladtunk egy erdőtűzbe, és akkor mondtam, hogy akkor most nem lehet más téma, csak ez. Túl sok volt az erdőtűz számosságában, nagyságát tekintve. Azt tudjuk, hogy a hőmérséklet, a középértékek meg a maximumok hogyan alakultak az elmúlt években. Láttam különböző grafikonokat. Nekem nem volt feltűnő, hogy a meleggel, a nagy meleggel, a nagy hőséggel együtt járt volna az, hogy sokkal több erdőtüzet regisztráltak volna a szakemberek. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, így európai szinten nézve egyébként, hogy ahogy mondtam nekem is, hogy ilyen szubjektív érzésem, hogy egyre több erdőtüzet látok, de ez csak lehet, hogy azért van, mert olyan helyeken utazgatok, ahol ezek előfordulnak. És nagyon fontos számomra, hogy egyébként az erdőtűz egy természetes jelenség, tehát hogy ez van és létezik nagyon ősidők óta, azt mondhatjuk. És érdekes módon a statisztikák, amik az elmúlt évtizedekről szólnak Európában, azok azt mutatják, hogy csökken az erdőtüzeknek a száma, illetve a leégett terület nagysága is. Ezt mondjuk így, amióta vannak hiteles adatok, ilyen összesítő adatok, ezt körülbelül 40 évre vissza meg tudjuk nézni. Vannak országok, ahol 100 évre visszamenőleg is, és mondjuk az elmúlt egy év azért az mindenképp egy kivétel volt, egy kiugró csúcs volt, tehát ezt a csökkenést se úgy képzeljük el, hogy egy állandó csökkenés van, hanem nagyon változó évek vannak. 2022 mindenképp egy erdőtüzekben gazdag év volt, előtte például említhetjük 2017-et is, ami szintén egy ilyen kiugró csúcs volt ezen a görbén egyébként. De hát mindenképpen ott van a kérdés, hogy miért érezzük úgy, hogy nő az erdőtüzek szám, miközben meg a statisztikai adatok csökkenést mutatnak, és erre itt Európában az a válasz, az a megoldás, hogy ezek az országok, itt elsősorban a mediterrán országokra kell gondolni, tehát Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország. Görögország, ott is nagyon jelentősége. Görögország, igen. És ezeknek az országnak a tűzoltási felkészültsége nagyon sokat fejlődött az elmúlt időkben. Itt gondolhatunk egyrészt a tűzoltók munkájára, ami persze nagyon tiszteletre méltó és nagyon fontos elem ennek, de nyilván az ember maga nem képes többre, de a technika azért fejlődött. Tehát egyrészt sokkal jobb a riasztási rendszer, sokkal jobbak a veszélyhelyzeti reagálási rendszerek. Repülőről, helikopterről oltanak, igen, több tehát a technika, technológia fejlődik. A távérzékelés jó voltában, ugye szinte online látjuk állandóan mindenhol a föld felszínét, meg a bejelentések is sokkal egyszerűbbek a mai világban, úgyhogy ezeknek köszönhetően csökkent tulajdonképpen a tüzeknek az elfolytása. De a hajlam az nagyobb. Hajlam az nagyobb, mert azt viszont a klímaváltozás pedig nyomja abba az irányba, hogy egyre könnyebben lángra lobbannak az erdők, hiszen kiszáradnak, hosszabb aszályos periódusok vannak nyáron, amelyek fokozzák ezt a kockázatot, és akkor könnyen lángra lobban az erdő. Igen, de te előadásodnak a címe Tűz a karszton volt, és a karsztról nekünk nem egy lombos erdős terület jut eszünkbe, ahol azért nagyon gyakran csap le mondjuk egy-egy tűzvész. Azért igen, azért sokkal kopár, sziklás, köves talaj, tehát ott azért talán kevésbé esélyes a tűz, de nyilván te egy csavartál egyet. Igen, ugye nekem nyilván van egy ilyen személyes vonzódásom a karsztvidékekhez. Ugye elsősorban a karsztvidékeknek a különleges felszíni formái izgatnak engem, felszíni víznyelők, szakadéktöbrök, barlangok, sziklafalak, ilyesmik. És valóban van belük egy ilyen kép, és nem hibás kép teljesen, hogy a karsztok azok kopár vidékek. Maga a szó is eszentő karszt, ez egy kopár terület. És Szlovéniában van a névadó ennek a jelenségnek, amit ugye karszthegységnek nevezünk. És az egy kopár, valóban ilyen köves terület volt, ahol legeltetés volt, és ilyen mondjuk ilyen 10-20%-nyi volt csak az erdő 150 évvel ezelőtt. Igen, nem, de azóta megfordult a világ gondolkodás, mondja, a legeltetést visszaszorították, illetve az embereknek nincs igénye erre, istálozva tartják az állatokat,
És az a lényeg, hogy elkezdték erdősíteni. Itt most szlovén karsztról beszélek kifejezetten, de általában ez sok más karszt telepre is érvényes. Részben természetes módon is zajlik egy visszaerdősülés, ha a legeltetéssel felhagynak a karsztfennsíkokon, részben mesterségesen is ezt lehet segíteni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma már nagyon sok karszta nem igaz az a kép, hogy egy kopár hihetlen terület, mert sok esetben vannak erdős karsztvidékek is. És mondjuk a szlovén karszt, a névadó maga, ott körülbelül ilyen 70% már az erdősültsége a tárgya. Tehát oda megyünk, akkor azt érzük, hogy ez egy erdős vidék, ilyen kis településekkel, tehát teljesen más, mint 150 évvel ezelőtt. Itt most Szlovéniában egy hatalmas tűzvész pusztított, ugye? Júliusban, nyáron. Így van, és akkor ezt a bizonyos szlovéniai karsthegységet, ami egész pontosan a szlovén-olasz határon fekszik, nem egy nagyon magas hegység, tehát ilyen néhány száz métertől, mondjuk ilyen 7-800 méterig terjed. Ahogy mondtam, ezen most már erdősek vannak nagyrészt, és itt egy irtózatos erdőtűz tombolt idén nyáron, júliusi hónapnak a vége felé. És hát Szlovénia nem egy öreg ország, így ilyen független országként, tudjuk, 90-es években jött így létre, de tény, hogy azóta ez volt az ország legnagyobb erdőtüze, ami így egybefüggően, egy helyen nagy kiterjedéssel tombolt. Tehát sok napig, talán egy egész hétig nem tudták eloltani, részben átterjedt az olasz oldalra, akkor visszaterjedt. Ugye az erdőtűz mozgását azt a egyrészt a rendelkezésre álló anyag határozza meg, másrészt pedig a szélirány. Ha már ezt az anyagot mondod, ez egy nagyon érdekes és személyes élményem van, egy kedves görög barátom, aki Atén mellett él, és az elmúlt 10-20 évben, hogy mindig én is látom nyilván a híradásokban, és mindig meséli, mert gyakran van Magyarországon, hogy milyen mekkora tűzvészek tombolnak ott a környéken, amikor éppen Görögországot sújtja ez a természeti csapás. És ott még az is fölmerült, tehát, és nagyon kíváncsi vagyok, mint geográfus erről a véleményedet, hogy ott ezeket a, jól mondom, ezeket a pínákat, tehát ezeket a gyantás fenyőket, amik egyébként a tűznek a melegágyai ott a görögök szerint. És ezekben ott nyilván millió, 10 millió, 100 millió számra vannak ezek a fák. Ismerjük és szeretjük is őket, az illatokat is. Szóval ezeket majd, hogy nem azt gondolják a görögök, vagy a görögök részén, hogy le kéne cserélni. Hát ez nyilván lehetetlen egyébként, de akkor is ez egy teória, mert hogy annyira gyúlékony, és amikor ég, akkor mint egy fákja, órákig, napokig, és újra-újra vissza. Van-e ilyen ötlet egyáltalán tudományos berkekben? Létezhet-e ilyen? Mint akkor Magyarországon azt mondják, az akácot, tudjam, az invazív, vagy nem tudom, azt ki kéne szedni, meg le kéne cserélni, mert elnyomja a többit. Lehet-e az, hogy mondjuk egy ilyen tűzveszélyes területen ekkora nagyságrendben, nyilván se ember, se költség, tudom én, de mégis ezt hallottam. Hát itt én azt mondom, hogy itt ebben a témában azért évtizedekre menően kell gondolkozni, és nem egy-egy évre a másikra kell megoldást elérni. Vannak, abszolút vannak ilyen gondolatok, én ugye nem vagyok erdész, de tudok róla, hogy sok helyen ez fölmerült, hogy az erdődek a fajait az olyan irányba lecserélni, hogy az minél ellenállóbb legyen. Tűzállóbb legyen adott esetben. Az alapelv legtöbb esetben az, hogy olyan fajokat telepítsünk, amelyek az adott helyen őshonosak és megfelelnek a természetes állapotoknak. Ezt mondjuk a 50 évvel ezelőtti erdőtelepítésen általában nem nagyon tartották be, Magyarországon sem, de most már egyre inkább elmozdulás van ebből az irányba. Ami ennek az erdőnek az alkalmazása kapcsán is ugye egy kis gondot vagy töprengést jelent azért, hogy hát változik a klíma. Tehát azt kimutatták, hogy olyan helyeken, ahol korábban szépen vígan megéltek a bükkösök, mondjuk Magyarország északi középhegységében, egyes területeken, karsztvidékeken is, ott ma már ezek a bükkösök könnyebben lesznek betegek. Tehát nálunk nem elsősorban az erdőtűz, ami ezeket sítja, hanem mindenféle betegségek, kiszáradás, és hát ez a klímaváltozással összefügg. És akkor lehet, hogy nem az a fajta lesz jó az erdőben, ami mondjuk 100 évvel ezelőtt optimális volt, hanem egy kicsikét odébb kell mozdulni, de ezt a biológusok, erdészek elég jól tudják, hogy milyen körülményeknek milyen fafaj felel meg a legjobban. Hallgattalak, hogy mondtad, hogy szubjektív vagy objektív az, hogy most mennyi tűzeset van, vagy mennyi volt 10-20 vagy éppen 50 éve. Nyilván az is számít, hogy az ember ma már mindenről értesült, ha este nyomkodja a csatornákat, meg a programváltó gombokat, ugye? Tehát akkor egy pillanat mindenféle dolog eljut hozzánk, és hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy számosságában most több van ebből, árvízből, vagy bármi másból, de hogy akkor meg a statisztikák meg néha azt mondják, hogy valóban. Az, hogy több tűzeset vagy nem több tűzeset, ez szorosan összefügg a növekvő hőmérséklettel, az egyre hosszabb aszályos időszakokkal? Mert logikusnak tűnne.
Igen, ez mindenképp összefüggés. Amit az előbb mondtam, hogy próbáltam hangsúlyozni, hogy ez európai statisztika, tehát például az Egyesült Államokra vonatkozóan is vannak jól ismert statisztikai adatok, és azok meg teljesen egyértelműen azt mutatják, hogy már az elmúlt évtizedekben ott egy növekedés van az erdőtüzek számában, és a leégett terület nagyságát tekintve is. Tehát, hogy óvnék bárkit attól, hogy most általánosítsuk, hogy most nálunk itt csökkenés van, akkor minden rendben van, tehát nincs minden rendben. A klímaváltozás mindenképpen abba az irányba tolja a dolgot, hogy növekszik az erdőtüzeknek a veszélye. És hát egyébként a hidadásokról, amit mondtál, az teljesen jogos, tehát az érzékelésünk azért mégiscsak egy kicsit csalóka, tehát tényleg sokkal több hírt látunk, sokkal több képet látunk, ugye ezek vizuálisan nagyon erősek, az erdőtüzekről készült képek vagy videók. És hát vannak kiugró évek, tehát az idei mindenképp egy kiugró év volt. Most csak hogy tényleg ilyen néhány statisztikai adatot böngészek, például Romániában 10-szer annyi erdőtűz volt, mint az előtte lévő 15 év átlaga. Magyarországon 21-szer annyi erdőtűz volt, és emlegetett Szlovéniában pedig 42-szer annyi erdőtűz volt, mint a korábbi 15 évnek az átlaga. Tehát idén ez a téma teljesen jogosan tolakodott így előtérbe. Aztán még az jut eszembe, hogy ha már árvíz, vagy ha már tűzvész, ha már árvíz, hogy mind a kettő tulajdonképpen hasznos is, ugye, vagy hasznos volt az elmúlt évezredekben. Meg hát most is, amikor rengeteg helyen még most is fölégetik, nem csak a tarlót, rosszabb, kisebb erdőket is, aztán újrainduljon a természet. Nyilván az állatvilág és rengeteg minden sérül és borzasztó látvány, de egyébként meg valamilyen módon hasznosulása is van. Hát attól függ, hogy milyen formában, azt elmondom egyébként, hogy a tarlóégetés az most már tilos Magyarországon alapvetően. Van egy-két kivétel, amikor megengedik, de alapvetően tilos a tarlóégetés. Tehát igazából több annak a káros hatása, mint a kedvező. Ezt a világ összes országában még nem mondhatjuk el, és valóban létezik a trópusokon is ez az úgynevezett égető talajváltó gazdálkodás, aminek mindig úgy kezdődik, hogy fölégetik, vagy úgy végződik egy ciklus, hogy fölégetik a területet. Szóval van ennek, lehet bizonyos haszna is, de alapvetően inkább károsabb. Ugyanakkor a természetes erdőtüzek is előfordulnak mindig, csak az emberre együttműködésben ezeknek megváltozik a dinamikája. Tehát ugye mit csinál az ember? Alapvetően homogén nagy erdőket telepít. Minden fa ugyanolyan korú, ha szárazság van, és az éppen rossz korban vannak. Akkor együtt ég. Igen. Akkor együtt égnek, akkor tehát az a lényeg, hogy sokkal nagyobb területet tudnak egyszerre leégni, mint amelyek természetes módon bekövetkeznének. Úgyhogy ezért tényleg vannak ilyen elgondolások, hogy időnként kis erdőtüzeket azt nem is baj, hogyha engedünk, hogy ezzel megakadályozzuk a nagy és pusztító jellegű erdőtüzeket. Volt még a cikketben egy ígéret is, ugye egy bomba meglepetés a szlovén-olasz karthegység erdőtüze kapcsán. Azt aztán én pontosan nem tudtam, hogy micsoda. Láttam a szlájdokat, láttam a képeket, van elképzelésem, de kíváncsi vagyok, hogy mi volt a megfejtés ott a Földgömbfesztiválon. Igen, hát itt a megfejtés az, hogy pont ezen a szlovén-olasz karthegységen dúlt az első világháború egyik nagyon súlyos ütközet, illetve nem is ütközetről beszélhetünk, hanem egy gyakorlatilag 3-4 éven keresztül tartó álló háborúról. Ez a híres Isonzói front, annak ez a déli része, ez a karthegység. És hát abban az időszakban itt rengeteg hadianyagot, mindent elhelyeztek, akkor még elég kopár volt a telet, főleg barlangokba, karsztos kis mérésekbe rakták ezeket. És hát nyilván nagy részét persze összeszedték azért a háború után, de hát tudjuk, hogy évtizedekig eltarthat, amíg egy ilyen területet mentesítenek, és még utána sem lesz teljesen mentes. Tehát itt is ez a helyzet, hogy azért sok bomba megmaradt ezen a területen, itt-ott szétszórva, amit itt korábban senki nem vett észre. És most, amikor jött a tűz, akkor ezek a bombák így felrobbantak tűzijáték a hatására. Úgyhogy a tűzoltóknak azért óvatosan kellett megközelíteni az ilyen gócokat, hogy nehogy egy ilyen robbanás közelébe kerüljenek. Amikor így a hallgatóknak beszélsz, tanítasz, akkor az erdőtüzek kapcsán mi az, ami nagyon lényeges, és ami az átlagembernek nem jut eszébe, de a tudósnak igen. Egy csomó mindent érintettünk most itt, vagy érintettél most, de van-e még valami, ami fontos lehet? És még egyszer mondom, hogy napi rutinból egy átlagembernek, aki nem geográfus, nem szakember, nem erdész, nem a földrajza minden, annak nem jut eszébe. Most két dolgot mondok, az egyik, hogy az én tanítási témakörben általában nem nagyon szerepelnek ezek, tehát pont ahol az erdőtüzeket említem, az a, mondjuk az átlagember számára egy nem túl lényeges apróság, hogy az erdőtüzek hatására a kőzeteknek a felszíne is ugye nagyon felhevül, aztán lehűl,
Tehát ennek hatására a körzeteknek egy ilyen erősebb aprózódása van, lepattogzik a külső részük, ezt ki lehet mutatni, meg hosszabb távon is van ennek egyfajta hatása. Tehát egy apró részlet, de én konkrétan ezt szoktam tanítani. A másik, ami egy meglepő dolog, hogyha most Magyarországra visszatérünk egy picit, akkor és a statisztikákhoz, hogy hát mikor vannak az erdőtüzek, mindenki gondolom rávágná a nyáron nagy melegben, de helyzet, hogy nem akkor. A legtöbb erdőtűz az a tavaszi hónapokban van, ez egy kicsit meglepő, de ez az az időszak, amikor ott van az erdő, még teljesen kopár, ott van az előző évi lomb, tél után már egy kicsikét kiszáradt, és az emberek elkezdenek az erdőben dolgozni, égetik az előző évi hulladékot, maradékot, és ilyenkor keletkezik a legtöbb erdőtűz, de ezeket azért könnyen megfékezik, mert azért mégiscsak nedvesebb állapotban van a természet, úgyhogy ezekből ritkán lesz nagy tűz, de szám szerint ilyenkor van a legtöbb. Igen, valószínűleg nem a tavaszt vágnánk rá, ha megkérdeznéd, igen, hogy mikor van a legtöbb. A másik érdekes dolog még Magyarországra, azt talán kicsit jobban tudjuk, de az se egész biztosan, tehát erdőtűz, ebből ugye általában a középhegységeinkre gondolunk elsősorban, de a legnagyobb erdőtűzek Magyarországon a nyári időszakban az alföldi erdőségekben vannak. Idén nyáron is nagyon súlyos erdőtűzek voltak az alföldön. Tamás, nagyon szépen köszönöm, klassz volt az előadás, találkozunk még a legközelebbi. Én is köszönöm szépen, és a tűzoltóknak kapcsolat... sok sikert kívánok majd. Vizen, földön, levegőben. Szépen. Nagyon szépen köszönöm, Telbisz Tamással, az ELTE Természetföldrajzi Tanszék Egyetemi docensével beszélgettem. Tűz a karszton és a Földgömb Fesztiválos előadást idéztük föl. Köszönöm szépen.